Szűcs Zsolt, a Pécsi Sport Nonprofit ZRT kommunikációs igazgatója. Vasárnap óta kezdődött el a Diák Olimpia országos döntője Pécset. Hány sportágat, hány gyereket érint ez? Ez a harmadik korcsoportos összevont labdajátékoknak az országos döntője. 4 labdás sportágat érint: kézilabda, kosárlabda, röplabda, illetve labdarúgás. A 3 termesportágban fiúk, lányok is vetélkednek. Labdarúgásban a PMFT Kovács-telepi pályán csak a fiúk mérik össze erejüket. Ez a 12-13 éves korosztály, a 68 legjobb csapat, a 19 megye, illetve a főváros bajnokai mérik össze minden sportágban az erejüket. Köztük természetesen a baranyai résztvevőkkel is, pécsi, hosszúhetényi, mohácsi iskoláknak a képviselőivel. És valóban, ahogy szerkesztő úr említette, az egésznek a megnyitója a vasárnap délután a Széchenyi téren, tehát Pécs történelmi belvárosában, patinás helyen, ünnepélyes és látványos keretek között történt, illetve a megnyitó után rögtön egy a Decathlon jóvoltából, mint főszponzor jóvoltából egy egész délutános sportvetélkedő, sportdélután várt a gyerekekre. Nagyon népszerű volt, nagyon örültek neki, és nagyon sokan vettek részt ezen a vetélkedőn is. És hát maga a háromnapos küzdelem pedig, bízunk benne, hogy szintén nemes vetélkedést, sok sikert, sok örömet hoz a gyerekeknek, és reményeink szerint baranyai pécsi győzelmekkel is társul majd. Pécsnek mennyire van rutinja ilyen esemény megrendezésében? Hányszor volt már Pécset hasonló? Legutoljára ugyanez a diák sportvetélkedő, ez az összevont labdajáték vetélkedő 2 éve volt itt Pécset, akkor a egyel idősebb korosztály, tehát a 15-16 éves gyerekek voltak itt, tehát mondhatjuk, hogy már ugyanilyent is rendezett Pécs. Részben a Pécsi Sport Nonprofit ZRT, részben pedig a Baranya megyei Diáksport Tanács ennek a lebonyolítója, illetve hát az adott labdajátékoknak a versenyeiben magában az adott szakszövetségek, megyei szakszövetségeknek a versenybírói és szakemberei vesznek részt. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendezői szempontból mindenképpen nívós és méltóházi gazdái vagyunk ennek a versenynek. Mennyiben igényel ez több vagy nehezebb feladatot, mint egy felnőtt esemény történetében? Hát ilyen rangú vagy ilyen jellegű felnőtt eseményt egyben még nem csináltunk, tehát közvetlen összehasonlítás nincsen. Nyilván annyiból más, hogy ezzel a korosztállyal még azért másképp kell foglalkozni, 12-13 éves gyerekekről van szó, tehát ők még azért annyira nem önállók, éppen abban a kamasz életkorban vannak, amikor már mindent szeretnének, bontogatják szárnyaikat, képességeiket. Már ügyesek, tehát valójában azt gondolnánk, hogy kisgyerekekről van szó, de én néhány mérkőzést láttam most már az elmúlt másfél napban itt a tornán, és hát igazi profi fiatal játékosokról van szó, tehát nagyon nívós. Azt hiszem, hogy miután sportolókról, fegyelmezett sportolókról van szó, különösebb problémát nem okoz az, hogy gyerekekről beszélünk.